Sziasztok, sziasztok, zsíros deszka vagyok, alias Zsédé. Lehet, hogy így fog, maga, így fog bejelentkezni ezután, hogy sziasztok, ZD vagyok. Nem, maradjon zsíros deszka. Tök mindegy. Mai téma a következő, ez szerintem egy elég érdekes téma, és már elég régóta szerettem volna erről beszélni. Mindig kiment a fejemből. De most, most beugrott. A téma a következő. A Japánban lévő közterületen történő szexuális élet, kultúra, vagy valami ilyesmi. Nem tudom. Lényeg, ami lényeg, ugye Magyarországon az teljesen normális, természetes, hogy általában többnyire fiatalok, ugye, fiatal párok, lány és fiúról beszélek itt. Hát nyalják, falják egymást mindenhol, mindenhol, ténylegesen mindenhol. Tehát ez megszokott, és, és szerintem természetes. Van, akinek zavaró, van, akik túlzásba esnek. Ez már mindenkinek a saját egyéni döntése, hogy tetszik vagy nem tetszik. Gondolom mindenki ugyanezt csinált a fiatal korában, tehát aki hőbölög. Az nem tudom, hogy milyen okból, de teljesen mindegy, hmm, hogy nekem mi a véleményem, nem tudom, majd mindjárt elmondom azt is. Na most, e ezzel szemben, itt Japánban ez egy nagyon-nagyon nagy. Minek is számít? Nem tudom, talán tiszteletlenségnek számít ezt így az utcán csinálni. Tehát itt Japánban, ha valaki már járt itt és szembe nem csókolóznak az emberek az utcán, nem nagyon-nagyon sok esetben. Egyébként a tradícióban ez benne van az, hogy nem kézen fogva járkálnak az utcán, hanem általában, hát még most már, most már ez úgy kezd eltűnni, de hát így még a szamurái időszakokban ott ugye a férfi volt a, a a ranglétra legtetején, és a, a, feleség pedig hát mögötte. Tehát így utcán is sétálva ez úgy nézett ki, hogy a férfi megy elől, és a, a feleség a gyerekekkel mögötte. Tehát itt, itt, pontosan ezért is van, akkor kitérek egy kicsit más dolgokra is, hogy nem nyitják ki az ajtót a, a nőknek. Tehát ezt így európai szemmel néz, hogy mekkora tahó állatok, viszont hogyha megnézzük a, a kultúrát, hogy, 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 itt milyen, milyen berögződések vannak, akkor tehát ezt, ezt, így most már kezd alakulni, tehát mivel hogy betört ugye az amerikai kultúra, az európai, stb. kezd így változni a dolog, de még ma is vannak még a fiatalok között is, akik hát nagyon-nagyon tradicionálisak, és ők úgy gondolják, hogy nem. Tehát hagyományőrzés, ez úgy, mint hogy például Magyarországon, ha valaki nagyon-nagyon hagyományőrző, akkor ténylegesen a régi dolgokat ugye még ma is ugyanúgy teszi, ami lehet, hogy egy másik országbeli embernek furcsa lehet pár dolog. Most nem jut eszembe, hogy mi lenne az, de igen, itt Japánban ez az egyik dolog, ugye, hogy a férfi sétál elől. Ugyanígy, ha bemegy egy üzletbe, akkor hát általában saját magának kinyitja az ajtót, és annyi. És a felesége mögötte vagy telibe veri az ajtó, vagy pedig megfogja, és ő is kinyitja. Tehát mondom, ez kezd változni, de viszont a, az utcán való csókolózás, stb. Tehát ebből adódik, ugye, hogy nem, nem is járnak kézen fogva, és ebből adódik az is, hogy aztán, hogy még hogy csókolózni, meg ilyenek az utcán, az totálisan az, az, nincs. Tehát a régi időkben brutálisan nincs. Manapság már a fiatalok úgy kezdik átvenni ezt a, a Európából, Amerikából, mindenhonnan származó dolgot, hogy kézen fogva, de Max annyi. Tehát én, én, sem igazán látok olyat, hogy még fiataloknál sem, hogy nyalják, falják egymást az utcán. Vannak kivételek, nem mondom, hogy nincsenek, tehát nagyon-nagyon ritkán, nagyon ritkán lehet látni, de az sem inkább tömeges helyeken. Tehát E, úgy azért az ilyeneknél még a japánok is gondolom, hogy az idősebbek oda hogy ezt nem itt kéne. Tehát ez, ez, nagyon sokaknak ugye felháborító is lehet éppen, ezért gondolom, hogy ennek tudtában sem, de igen, tehát ez itt tradíció, hogy, hogy nem visszük ki ezeket a dolgokat az utcára. Nekem mi a véleményem? Egyébként amikor én ide jöttem, akkor ezt én, én sem tudtam, tehát nekem az normális, hogy a feleségemmel kézen fogva járkálunk, hát e, nyalni, falni egymást így az utcán azért nem. És az is, az is nekem e, szembetűnő, hogy e, hogy ezt nem veszik észre. Tehát néha szoktam látni, nem tudom, amerikai párokat, stb., hogy e, teljesen nem zavartatják magukat, és megpróbálnak gyermeket nemzeni a a, a, az olyan közterületen, ahol ténylegesen mindenki körülöttük, majd, majdnem hogy időzőjelben mondom, de e, tehát nem, nem zavartatják magukat, és nem, szúr, nem szúrja szembe őket az, hogy senki más rajtuk kívül ilyen tevékenységet nem folytat. Ennek ellenére, hmm. hát igen, ezt nem, nem nézik, nagyon-nagyon nem nézik jó szemmel a, a japánok, kicsit undorítónak is tartják. Hmm. Egy kéz, kézen fogva a sétálás az még aranyos, de elkezdenek smárolni ezerrel valahol akkor. Tehát a japánok úgy tartják, hogy hogy ezeket a dolgokat így, így privátba tartsuk meg otthon. Ez ugyanolyan, mint hogy nem tudom, mindenki kakil minden nap, mégsem az utca közepén, és nem azért, mert összepiszkítja az utcát, mert ezt megtehetné egy nejlönzacskóban is elvégzi ott a dolgát, hanem azért nem, mert ezt nem valahogy, valahogy, úgy... Pedig ez is egy természetes dolog, tehát az állatvilágban ugye ez teljesen normális, hogyha a másik, egy kutya például, vagy, vagy, vagy bármelyik másik állat, hogy madarak röptében kakilnak, ugye a medve a bozótosba, és ha a másik medve nézi, az sem zavarja, tehát de nem tudom, így nálunk embereknél valahogy így alakult ki, Mm, ehhez, ehhez azért szerintem jó, ha tartjuk magunkat. Tehát itt, itt, ebben az országban ezek a szokások jó vagy nem jó. Szerintem jó. Szerintem mm, így Össze összehasonlítva, ugye Magyarországot és, és itt Japánt ebből a szemszögből, szerintem jó. Szerintem is egy, egy, hát. Nem tudom. Úgy nem, nem, nem kíváncsi rá az ember. Tehát az, hogy két embernek a magánélete eh, hogyan zajlódik, ez ugyanolyan, mint a veszekedés. Ez is egy olyan dolog, hogy eh, itt Japánban az emberek. Na most itt már ugye más a téma, mivel hogy az ember felmegy az agyvize, ugye? és megpróbálja tűrtőztetni magát, sokan nem bírják, tehát vannak azért veszekedések az utcán, az azért ténylegesen néha előfordul, főleg ha becsúszik egy-kettő a garatra, tehát általában esténként így hazafel a melóba, vagy én nem tudom, de az sem igazán jellemző, tehát megpróbálják magunkat, hát a privát dolgokat otthon elvégezni, tehát. Sok esetben egyébként én is hallottam már ilyenről, hogy, 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 valamin összeveszve, de aztán magukba tartva, és otthon nem tudom, hogy szétrugdosták egymást, vagy szétkaratéjozták, vagy ilyenek, de, de mindegy, tehát megtartották magukba a lelket, és, és kivárták azt, hogy hazamenjenek, és ne kelljen ezt mindenkinek végignéznie. Hát nagyjából ennyi, nem tudom, írjátok le a kommentekbe, hogy nektek mi a véleményetek erről kíváncsi lennék rá, arra lennék igazából kíváncsi, hogy szerintetek ez, ez jó, vagy pedig az, az úgy tök jó, hogy mindenki azt csinál köztörületen, ami, amihez éppen a kedve tartja. Köszönöm, sziasztok! Zsíros deszka voltam.